Sziasztok, Maxi vagyok, és ez egy unboxing videó lesz, méghozzá billentyűzet unboxing. Elég ritka ez a LVG az E15-ös. Nem nagyon lehet látni annyira videókban, főleg így Magyarországon, és szeretném nektek megmutatni. Most így először kinyitjuk, és hogy ez egy milyen termék. És méghozzá árazásból inkább középkategória, mint felső, sőt inkább alsó kategória, mint felső, mivel 20 ezer forint alatt volt a termék. Szerintem a középkategória az ilyen 30-40 körül kezdődik, de inkább 40, és akkor ilyen 60-70 körül van a felső kategória. Ezt inkább az alsót lehetne. De nagyon minőségűen meg van csinálva, becsomagolva, és elég sok fémet tartalmaz, 2,6 kg-os ez a termék, ha jól láttam, és eléggé jó súlya van. És akkor térjünk vissza, ha bedugtam a billentyűzetet, hogy akkor milyen lesz igazából, és akkor elmondom a specifikációkat róla. Amit még érdemes róla tudni, hogy adnak hozzá 8 darab bronz kapcsolót is, meg a kiszedőt, ezzel lehet eltávolítani a kapcsolókat, ugye ezek készíthető kapcsolók, cserélhető kapcsolók mindegyik, és jár hozzá ezen az áron egy kéztámasz, egy ilyen csuklótámasz, ami mágneses, és ha ide tolom, akkor ez így rögtön oda jön, és hát nem nagyon engedi el, hogy ezt így megnézitek. Elég kemény amúgy a csuklótámasz, szóval nem mondanám a legjobbnak, a legpuhábbnak, de hát ezt majd ki kell tapasztalni, hogy mennyire jó. Én Glorious csuklótámaszt használok, Glorious billentyűzettel, és az ugye teljesen, hát nem mondom, hogy más kategória, mert nem próbáltam, még a hangját se próbáltam ki, és a csuklótámasz annak puhább, viszont az egy teljesen felső kategória, mert az egy drága csuklótámasz, és ez meg a billentyűzethez jár. Van hozzá média szabályzó gomb is, ami nagyon jó, ami a Glorioson nincs, és ezt még meg tudjuk nézni, hogy ez nem aranyozott, de elvégi a logóval ellátott, egy elég masszív kábel. Elég jó meg van csinálva. Árnyékolásvédelem nincs rajta, hogy látom. Nem tudom, hogy mennyire szokott ezekre kelleni, de valamelyik készülékekre raknak. Amit még érdemes megemlíteni, hogy két darab dönthető ilyen kis lábacskája van. Az egyik az a nagy, a másik a pici. Attól függ, hogy mekkorát szeretné, hogyha kicsit szeretné rajta dönteni, akkor csak ennyivel emeli meg, és ha nagyot, akkor meg ennyire. Elvileg nem egészséges a csuklónak, de ezt mindenki maga eldönti. Ami még nagyon jó, ugye, hogy a LVG a logó van itt bele. Ilyen embléma-szerű design van belerakva, ami nagyon tetszik amúgy. És ez full filmből van. Ami elég jól néz ki. Mondjuk ezek nem nagyon fognak szerintem lekopni, mert elég jó. A gomb az majd kiderül, hogy mennyire strapabíró. Nem szeretem ezeket a mat gombokat amúgy, mert általában nagyon gyorsan lekopnak. De hát a Glorious termékkel is az volt a probléma, hogy lekopott, de is úgyis előbb-utóbb le fogom cserélni. A görgő az meg teljesen jó a görög. Ezt megnézzük. Igen, furcsa hangja van, egy kicsit ilyen kattogós, de legalább lehet hallani, hogy véletlen benyomod amúgy. Ezeknek meg teljesen jó. Space. Igen, a Space-nek a hangja. Ez mindig is ilyen volt, ilyen hülye hangja volt a Space-eknek. Nézzük meg. Picit már. Igen, ezeknek egy picit már. Ezeknek a nagyobbaknak. Nem tudom, hogy miért. Ennek nem. Vagy de. Picit más, igen. Van, nincs vele probléma. De hát 19.990 forint. Ezért a pénzért egy ilyen minőségi billentyűzetet szerintem kéztámasszal, bármennyire is kielégíti a igényeket, vagy nem. Elég jól néz ki amúgy a
Kéztem azt, és ez ilyen műből hatású. Nekem nagyon tetszik. És ott látszik a elvileg szilver kapcsolók. Innen nem biztos, hogy látszik pont, hogy szilver, de a dobozán rajta van. 4000 MHz ugye a válaszideje, 70 millió kattintást bír darabonként. A kapcsolók, és itt leírja a gyorskali gombokat. És amiket szoktak bronzra kicserélni, az ugye a VASD, meg ezek a előre-hátra gombok. Gondolom, hogy azért adtak 8-at, meg a QE, és akkor ezt a mondjuk 4-et kicseréled, meg a VASD-t, és akkor az mondjuk 7, meg van Q, akkor már 9-et kellett volna adni, vagy inkább 10-et, de szerintem ez is elég jó. Na és ami a kedvencem a billentyű, belátjátok, hogy most egyáltalán nem világít a billentyű, és ha megnyomok egy gombot, akkor fölvillan. Szóval, hogyha nem kell, és nem szeretnéd használni, vagy mondjuk este úgy hagyod a gépet, akkor nem fog végig így világítani, hogyha tétlen, akkor körülbelül fél perc után, 30 másodperc után lekapcsol teljesen, és ez baromi jó. Ami még nagyon fontos, látjátok, a hő hatására látszik a padon a kéznyomatom, ami nagyon jó, és tesztelés után tudom így elmondani, hogy egyáltalán nem hideg ez a műbőr, hanem meleg hatása van, és játéknál is, amikor meleg a kezed, akkor nagyon kellemesen ilyen langyos meleg ez a műbőr, és egyáltalán nem zavarja a kezedet, nem hűl ki, így, hogy nincs meleg a szobában, úgy se hűl ki igazából, és teljesen kényelmes. Nem gondoltam volna, hogy ha nem puha, akkor lehet valami bármi ennyire kényelmes. Hát én úgy vagyok, hogy nagyon kényelmes. Gyönyörű szép fémcsész volt az egész, nagyon minőségi. Itt van ugye az Nvidia logó. A szoftver az elég furcsa, nem olyan modern villogó dolgokat lehet beállítani, mint egy Gloriusnál, de a lélegzéstől kezdve a Rainbow, meg ilyen alap dolgok azok vannak. És ami nagyon jó, azok a multimédiás gombok. Ugye a hangjuk az ilyen. Azt látjátok. És az meg ilyen. Nagyon jó meg van csinálva, mert ilyen pont el van találva amúgy a fénye, mert ha teljesen sötét van, amit mindjárt megmutatok, akkor nagyon jól tud ez kinézni igazából. És ilyen teljes fényerőnél, és elég jobb bevilágítja itt a dolgokat igazából. Nagyon jó lehet látni. Ez elég furcsa amúgy, hogy ezeket ide rakták. Ugye ez itt szokott lenni a multimédia gombok, de elég erős fénye van amúgy. Nem zavaró sötétbe se egyáltalán, nekem nagyon-nagyon tetszik amúgy. Teljesen ilyen matrixosan néz ki, ahogy megnézitek. De valószínűleg ki fogom ezt is cserélni ilyen puding kinézetre, mert úgy jobban átjönnek a fények. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélem, hogy nagyjából be tudtam világosan és sötétbe is mutatni a dolgokat. És sziasztok! Még fogok jelentkezni hasonló tesztel.